Sziasztok! Egy újabb nagyon nagy kalandra indulunk most, most is a Coca-Colával közösen, mert most elrepülünk Finnországba, és meglátogatjuk az igazi Mikulást. Igen, most először Helsinkibe fogunk repülni, utána átmegyünk Oulu városába, onnan pedig a földön próbáljuk meg Mikulás falvát elérni. Úgyhogy induljunk is! Úgy látom, késik a gépünk, és akkor nem tudom, hogy érjük el a Helsinkiben az átszállást a másik gépünkre. Már az utazás legelején egy kis akadályba ütköztünk, de ez nem vette el a lelkesedésünket, és egy óra várakozás után folytattuk az utat. Helsinkiben egy óriási hóvihar fogadott minket. Az egész reptér meg volt őrülve, hókotrók tucatjai próbálták letisztítani a kifutópályákat, de sajnos így is 7 órát késett a repülőgépünk. De hála ezeknek az alvókabinoknak, ezt is kibírtuk és lelkesen folytattuk az utunkat. Oulu-ban béreltünk egy autót, mivel Mikulásfalva innen még 200 kilométerre van. Kimentünk a parkolóba, hogy megkeressük. Elvileg valahol itt van a kocsink, úgyhogy most kinyitom. Úgy tűnik nem. Rossz parkolóban voltunk, de egy kis keresgélés után csak meglett. Oh, azaz! Rögtön el is indultunk vele az első szállásunkra, és a 16 órás út után azonnal beestünk az ágyba. Nos, másnap reggel van. Tegnap összesen a repülőgépünk 7 órát késett, úgyhogy itt a hotelben már nem jelentkeztünk be, mert már csak aludni volt kedvünk. Ahogy látjátok, jó havas a táj, úgyhogy tényleg nagyon északies, és ami érdekes, hogy Oulu már annyira északra van, hogy egy nap csak 3 órát van világos. Úgyhogy ez eléggé megnehezíti a forgatást is, meg tök érdekes, hogy tényleg nagy sötétség van itt, de megyünk még északabbra. Amit még észrevettünk itt ennyire éjszakon, hogy az utakat nem is annyira tisztítják el, mint nálunk, hanem inkább hagyják rajta a havat, viszont az autókon szöges gumi van. Tehát ha itt megnézed, akkor ilyen kis fémek állnak ki a kerékből, és működik, abszolút nem csúszik az út. Szóval nagyon kitalálták. Körülbelül 2 órája utaztunk ezeken a gyönyörű havas tájokon, amikor megláttunk egy helyet, amit nem tudtunk kihagyni. Találtunk itt egy vadas parkot, amit most megnézünk, itt elvileg ilyen sarki állatokat bemutatnak. Úgyhogy nézzük meg! Üdv a Kanua állatkertben! Vagy Ranua? Ranua! Sajnos Ranua lett! Hello! Ezek a jegesmedvék nagyon királyak, és az még nagyon jó, hogy tök jó a természetes élőhelyükön látni őket, bár úgy tudom, vad jegesmedvék itt nincsenek, de sokkal jobban néz ki így, hogy ekkora területen ilyen hóval fedett helyen vannak. Elvileg ekkora egy teljesen felnőtt hím jegesmedve, úgyhogy ilyennel nem lenne jó találkozni. Ide nézett a kamerába. Na, átnéztük az egész parkot, szerintem nagyon király volt, úgyhogy öltöttük, hogy eljöttünk ide. És most már délután 2 óra elmúlt, úgyhogy szinte korom sötét van, lehet, hogy ez a videón nem látszik. Hát ilyen itt éjszakon az élet. Az a ma esti terv, hogy Rovaniemibe akarunk eljutni, attól nem messze van Mikulásfalva, úgyhogy a sötétben utazunk. Menjünk! Még néhány órát kellett mennünk a sötétben, néha egy-egy útszéli pihenőt tartva. A szállásunk egy erdő közepén lévő faház volt. Estére sikerült odaérnünk. Arra gondoltunk, hogy kicsit megmutatjuk nektek ezt a szállást, mert nekünk nagyon tetszik. Ez egy ilyen faház, azt már láttátok kívülről, de belülről is baromi jó stílusa van. Itt van egy ilyen központi nappali rész, ami nekem nagyon tetszik, ahogy be van rendezve. Igaz, hogy elvileg ez ilyen közös szoba, tehát 4 szoba tartozik hozzá, de nincs itt senki, úgyhogy miért az egész. De van egy kis szobánk is, megmutatjuk. Ez már nem a legluxusabb cucc.
Hopp, itt van. Igazából nincs benne semmi, két ágy, és ennyi. A mosdó is közös, úgyhogy szó szerint csak két ágy van itt. Viszont a hangulata szerintünk állati király. Úgyhogy itt jó lesz megpihenni. Szóval eléggé belaktuk már a helyet, sőt, bevallhatom, hogy egy kicsit aludtunk is, mert nagyon fáradtak voltunk. És most az a tervünk, hogy már annyira éjszakon vagyunk, hogy elvileg van rá valamennyi esély, hogy látszódik északi fény az égen. Úgyhogy most be fogunk ülni a kocsiba, elmegyünk valami sötét helyre, és várunk egy-két órát, hát ha meglátjuk. Na kijöttünk ide a semmi közepére, egy ilyen szántóföld közepén vagyunk. Elképesztően tiszta az ég, rengeteg csillagot látunk, úgyhogy hát most várunk, hogy az északi fény is megjöjjön. Próbálunk képeket csinálni, meg videókat, meglátjuk, mi lesz. Most már másnap reggel van, tegnap olyan elképesztően későig fent voltunk, hogy már nem tudtunk bejelentkezni, de most elmeséljük, hogy mi történt tegnap az északi fényvadászat közben. Elkezdtünk várakozni, ott a kocsiban melegedtünk, meg néha sétálgattunk és néztük a csillagokat, és vártuk, hogy jöjjön valami fény. És valami jött. Csináltunk egy fotót, és most megmutatjuk, így nézett ki a fotó. Na, hát élőben nem így nézett ki a dolog. Szóval sokkal-sokkal halványabb volt, és nem volt ennyire zöld. Sőt, semennyire nem volt. Gyakorlatilag inkább csak ilyen fehér furcsa fény volt, igen. És a fotón mégis írdatlan erős zöldnek tűnik. Szóval nagyon-nagyon csalókák ezek a fotók. Szóval a helyiek azt mondják, hogy sokkal erősebb is tud lenni az északi fény, de hát nekünk most ilyenhez volt szerencsénk. De lényeg, hogy nem vagyunk csalódottak, nagyon-nagyon szép volt kint a táj, már a csillagok miatt is, és azért valami kis fényecskét láttunk. Igen, meg nagyon izgalmas volt ott a várakozás, meg ott mínusz 15 fok volt egyébként, úgyhogy na mindegy, ilyen kalandos volt. De a lényeg, hogy most folytatjuk az utunkat, a mai cél Mikulásfalva, és most már elég közel vagyunk, úgyhogy oda fogunk érni nem sokára. És amúgy meg egy ilyen erdő közepén vagyunk, ahogy látjátok, hihetetlen szép táj van mindenfelé, van itt egy ilyen patak, meg vízesés, meg folyó, meg ilyen. És sokan ezzel közlekednek, és itt állítják vele a köszöket. Ez mondjuk jól néz ki! Nagyon furcsa, itt Finnországban ilyen fekete, vagy ilyen sötét a víz valamiért. Nem tudom az okát. Úgyhogy folytatjuk is az utunkat Mikulásfalvára. Egyébként nem véletlen a Coca-Colával csináljuk ezt az utat, mert egy kis érdekesség, hogy biztos sokan hallottátok, hogy a Mikulás és a kóla nagyon-nagyon szoros kapcsolatban vannak. Tényleg a kóla segített elterjeszteni ezt a piros, jókedvű Mikulás képet, úgyhogy nagyon örülünk, hogy így összepasszol ez a két dolog most. Úgyhogy nézzük is meg élőben. Úgy hallottuk, hogy az autón kívül van egy másik módszer, amivel még gyorsabban lehet közlekedni. Indulunk! Megjöttünk, srácok! Ez itt Mikulásfalva, és ahogy nézzük, rengeteg tennivaló van itt, rengeteg izgalmas dolog, úgyhogy kipróbálunk mindent. Menjünk! A Mikuláshoz még nem tudtunk bemenni, mivel csak később tudott fogadni minket. De legalább addig is volt időnk szétnézni és mindent kipróbálni a faluban. Ez óriás hóember, kb. Pont akkora, mint a miénk volt tavaly. Ez a hivatalos sarkörvonal, úgyhogy innentől, most átugrom, most már a sarkörön belül vagyok. Go! Wow! Oh. Oh. Jézusom! Itt minden hóból és jégből van. Ó, itt vagytok. Hát ilyen egy ilyen hószoba. Itt van egy kis hószobor, hogy ezt nézhessem esténként. És egyébként egy kis igló ez egész.
Még az ágy fejtámlája is jégből van, úgyhogy ez elég menő. Na jó, hogy az ágy nincs jégből. Hát hári, az rossz lenne. Azt hiszem ez a legszebb szoba, ez egy jég étterem, ha jól látom. Ez itt az egyik legmenőbb hely, ez egy jégbál. Itt minden jégből van, az asztalok is, meg tényleg minden. Van egy titok itt éjszakon, itt nem jeget raknak a kólába, hanem kólát raknak a jégbe. Ez egy jégpohár, és itt hát néha ebből isznak. Fú, jégből van, nagyon király. Na, eljött a nagy pillanat, amire mindannyian vártunk. Most fog fogadni minket a Mikulás. Gyerte! Itt van a Mikulás. Bejutottunk a Mikulás műhelyébe. Itt van. Ez a világrekord, a világ leghosszabb kívánságlistája, több mint 75 ezer kívánság van ebben. Úgyhogy nagyon izgalmas, most oda fel fogunk menni, elvileg ott vár minket a Mikulás. Pont amikor sorra kerültünk volna, egy kis akadályba ütköztünk. Na, hát kiderült, hogy a Mikulással nem szabad videót csinálni, de nem baj, nem azért utaztunk ennyit, hogy utána nem mutathassuk meg nektek a találkozót, úgyhogy valahogy megoldjuk. Egy napba telt, de sikerült megoldani, a Mikulás Manoival megbeszéltük, hogy kaptunk egy hivatalos kis mellényt, hogy videózhatunk, úgyhogy menjünk a Mikuláshoz. Ismét kiálltuk a sorunkat, utána pedig eljött a pillanat, amire egész gyerekkorunkban vágytunk. Itt vagyunk, most menjünk be. Oh, hello Santa. Oh, hello, hello, nice hello. To meet you. It's nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Felejthetetlen élmény volt kezet fogni a Mikulással. Minden izgalmunk, ami eddig volt, ebben a pillanatban elmúlt. So it's very nice to meet you. We came from Hungary and it was a very long journey to get to you. Yeah. But everything went well. Yes, everything. Oh, yeah. Finland is an amazing country. We really like it. Yeah, that's why I'm here. Yeah, yeah, that's true. And we would like to ask you one thing. Yep. This video is going to be viewed by a lot of Hungarian children and people. And we would like you to ask Merry Christmas to them. To wish Merry Christmas to them in Hungarian language. Okay. And it is Boldog Karácsony. Boldog Karácsony. Thank is you. It's perfect. Oh, that's wonderful. Maybe you can speak Hungarian. Maybe a little bit. Yeah. But I can say also Merry Christmas to everybody. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. It was a very great nice pleasure. To see you. It was so nice to see you here. Thank you so and much. I hope you enjoy your stay here in Finland. We will. Absolutely. We sure will. Thank you. Bye. Goodbye. Bye bye. Thank you. Goodbye. Thank you. That went well. It was really great. Srácok, most jöttünk ki a Mikulástól, és valami egészen fantasztikus volt a találkozás. Hihetetlen élmény, annyira izgultam, fel sem tudom képzelni egy gyerek mit érezhet, hihetetlen. A Mikulás nagyon kedves, nagyon aranyos, meg minden. És vicces poénokat tolt a Mikulás. Olyan szép, mély hangja van, hát reméljük, hogy a videón ti is hallottátok. Meg a szakálla, ő tényleg, Mikulás tényleg tökéletes. És létezik. Na, a lényeg egyébként, hogy az egész út fantasztikus volt, nagyon sok érdekeset láttunk, reméljük nektek is átadtuk. És persze a legfontosabb, hogy nagyon boldog karácsonyt kívánunk nektek. Tényleg, a Mikulás szájából is hallhattátok, ez az igazság. Ez az igazság. Sziasztok!